Jó estét kívánok, ez a Civis Értéktár, a Debrecen Televízió helyi értékekkel és nevezetességekkel foglalkozó magazin műsora. Köszöntöm Önöket! 12 hajdúbihari általános és 7 középiskola csapata mérte össze tudását a helyi és nemzeti értékeink vetélkedőjén, amit a megyei önkormányzat rendezett meg Debrecenben. A kétnapos verseny legfelkészültebb két csapata tovább jutott a Magyar Értéktár vetélkedők országos döntőjébe. Megismertetni helyi és nemzeti értékeinket, valamint a hungarikumokat a fiatalokkal. Ez volt a célja a kétnapos megyei diákvetélkedőnek, amelynek nyitónapján általános iskolás csapatok versengtek a megyeházán. A tanulóknak közösen kellett megoldaniuk a játékos feladatokat, például egy nemzeti értéket ábrázoló kirakóst is össze kellett rakniuk a lehető legrövidebb idő alatt. Hármas is, hatos. 12 hajdúbihari iskola indult a speciális műveltségi vetélkedőn, de csak a legfelkészültebb tanulók kerülhettek be a 4 fős csapatokba. Egy nagyon komoly verseny, mivel ugye a magyarországi értékeiről szól, de nagyon örültünk, hogy minket választottak ki. A felkészítő tanárok legalább annyira izgultak a verseny közben, mint a diákjaik. A vetélkedő eredménye ugyanis a felkészítés alaposságát is jelzi. Mivel nagyon komoly feladatról volt szó, először több segítséget igényelt ez a felkészülés, de utána egyre önállóbban és nagyon nagy lelkesedéssel. Nagyon büszke vagyunk minden diákra, mert nagyon komolyan ennek a feladatnak a megfelelő súllyal vettek részt a felkészítésben. A megyei önkormányzat hirdette meg a versenyt a hajdúbihari általános és középiskolások körében, abban bízva, hogy a vetélkedőn résztvevő fiatalok közül minél többen be is kapcsolódnak majd a helyi értéktárak bővítésébe. Belemélyednek a gyerekek abba, hogy szélesebben nézzék meg a megyei értékeket, nézzék más szemmel a környezetüket, ők maguk is vegyék észre, hogy mik azok az értékek, amelyek későbbiekben esetleg majd akár a gyerekek javaslatára is bekerülhetnek ezekbe a dokumentumokba. Igazi Kárpát-medencei mozgalommá nőtte ki magát a nemzeti értékek feltérképezése és megőrzése. Erről beszélt az agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár, aki a zsűri elnöke volt a hajdúbihari vetélkedő második napján. Szakáli István Lóránd elmondta, ma már a határon túli magyar közösségek is sorra hozzák létre a helyi értéktárakat. Hangsúlyozta, a Kárpát-medencei magyarság örökségének fontos részét képezik a határon túli nemzeti értékeink, amelyek hungarikumok is lehetnek. Van is már néhány példa arra, hogy olyan elsősorban határon túli térségekhez kapcsolódó érték, mint a kürtös kalács, benne van a hungarikumok gyűjteményében, de azt várjuk az idei évtől, illetve az elkövetkező időszaktól, hogy ezek az értékek még többen lesznek, még több olyan érték lesz a hungarikumok gyűjteményében, hogy közvetlenül a határon túli magyarsághoz, a külhoni magyarsághoz kapcsolódik. Felkészült diákok, nehéz feladatok, így értékelte a vetélkedő első napját a zsűri, amelynek mindkét napon tagja volt a Megyei Népművészeti Egyesület vezetője. Tegnap általános iskolások részére volt ugyanilyen rendszerű vetélkedő, azt elég nehéznek találtuk mi magunk is. A diákok egyébként remekül felkészültek, a pedagógusok nagyon odafigyeltek, úgyhogy ott bizonyos néprajz, én néprajzos vagyok, tehát ennek a problémáit látom legjobban, a népszokásokban, népi díszítőművészetben találtunk gyengeségeket a felkészültségben. Ez sajnos nem csoda, mert hiszen nincs az oktatásban. A középiskolások megyei vetélkedőjén 7 hajdúbihari csapat indult. Volt köztük olyan is, amelynek tagjai még a kezdés előtti utolsó perceket is kihasználták a felkészülésre. A világörökség részletben. Mi legyen még hungarikum? Erre is javaslatot tehettek a fiatalok, akiknek érvelniük is kellett a kiválasztott érték mellett. Voltak, akik a nagymúltú debreceni virágkarnevált és a karneváli hét rendezvény sorozatát ajánlották hungarikumnak, rímekbe szedve. A stadionban vár a karneválé, majd a téren utcabál és tűzijáték. Az egyhetes ünnep, a tavaly volt 50 éves, joggal megérdemli hát a hungarikum címet. De hogy nevünk ne titkoljuk tovább, segítségül hívjuk a heraldikát, és hogy mindannyian láthatjátok, jöjjünk a tágos diákok! A Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskola csapatában határon túli fiatalok készültek a megmérettetésre. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó téma, és nagyon sokat tanultunk vele, meg kapcsolódik a hagyományőrzésünkhöz, amit az iskolával képviselünk, meg nagyon jó volt a csapatmunka, amíg dolgoztunk a kérdéseken. Nagyon sok olyan dologgal találkoztunk, ami így az országban ilyen
kevésbé felelhető, vagy hát ő ugye már nemzeti értékként szerepel, de mi még nem hallottunk róla, vagy így a környező helységekben. Ugye most kicsit a Hajdú-Bihar megyei dolgoknak is jobban utána jártunk, és ez így nagyon érdekes, mert ugye egyikünk se idevalósi, mindannyian jöttünk valahonnan. És ez így nagyon izgalmas. A megyei versenyen az általános iskolák közül a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló általános iskolája szerezte meg az első helyet, míg a középiskolák versenyén a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Nádudvari Népi Kézművész Szakközépiskolája lett a győztes. Ezzel az eredménnyel a két csapat bejutott az értékeink vetélkedők országos döntőjébe. A következő percekben is a Hajdú-Bihar megyei értéktár lesz a téma. Az elmúlt évek eredményeiről és az idei esztendő terveiről beszélgetek vendégemmel. Köszöntöm a stúdióban Jancsik Zsoltot, a megyei értéktár bizottság elnökét. Köszönöm. Mikor és milyen céllal jött létre a megyei értéktár? Ez körülbelül, most nem is tudom pontosan megmondani, olyan 4 éve vagyunk együtt, és igazából a Hungarikum törvény előírtak szerint a megyei értéktár a törvény értelemében létrejött akkor, és azóta végezzük a munkánkat, ami tulajdonképpen egy társadalmi munka, ami abból áll, hogy a különböző ágazatoknak a képviselői, tehát szakemberek és a politikai képviselői is ott ülnek a bizottságban, és a 4 év tapasztalatai azt mutatják, hogy egyrészt öröm oda járni, mert nem beszegszünk, hanem megpróbálunk minél értelmesebb döntéseket hozni, segíteni azokat az értékeket, ami Hajdú-Bihar megyében megszületnek, vagy voltak, vagy éppen most születnek, és nagyon szeretem csinálni ezt a munkát. Én azt gondolom, hogy többszörös haszna is van. Igazából vannak olyan értékeink, amik, hogyha járkálunk a megye különböző rendezvényén, észre lehet venni nem csak a lekvárokat, meg a sajtokat, meg a különböző élelmiszereket, hanem egyre jobban lehet látni azt, hogy gyarapszanak ezek az értékek, és kezdenek átmenni, hogy mondjam, egyfajta piacuk kezd lenni, az emberek kezdik keresni ezeket az értékeket, hát persze főleg az élelmiszereket, meg a tárgyi népőzeti cikkeket, de mert ugye a nagy templom az épített örökség, az itt van, mindig meg lehet látni, és ez az egyik komoly haszna, tehát hogy a saját értékeinket ne csak úgy tekintsünk, hogy összeállítunk egy listát, aztán jól beletesszük a fiók aljába, hanem hogyan tudjuk hasznosítani a mindennapokban. Ez is az egyik feladata és célja a Hungarikum törvénynek, és hát a megyei értéktár bizottságnak is. Akkor lényegében ezért fontos, az értéktárak létrejöttek. Igen. Hogy népszerűsítsük az értékeinket. Hát megismertessük, népszerűsítsük, hát, és tanuljunk meg, hogy hogyan lehet ebből a mindennapi életre is visszaforgatni, akár, tehát hogy több munkahely legyen, több keresete legyen az embereknek, kiegészítése legyen. Mondjuk egy eklatás példát, ezt nem csak Hajdú-Biharban szoktam mondani, hanem szerte az országból járok a munkámmal kapcsolatosan, mint akár az értékbizottság elnöke is, mert elhívnak néhányszor, még Székelyföldre is hívtak tavaly. Tulajdonképpen arról van szó, hogy itt van ez a debreceni páros, ami hál' Istennek már Hungarikum. Debreceni párost fogyasztanak előszeretettel Bécsben, a Debrecinennek hívják, a Rajna mentén a Oktoberfesteknek a fő étele az a debreceni páros. Ezt nem is tudtam egyébként, de azóta már bajoroktól tudom, hogy ez így van. Japánban is egyik ismerősünk már a tokai öbölben evett debrecinet, és a Hungarikum törvényi felelős helyettes államtitkár úr mesélte, hogy Ulaanbaatorban a reggelire kontinentális reggelit kértek, és akkor egy kis csévingben ott volt a debreceni, és magyarul ki volt írva, hogy debreceni. Csak azt akarom mondani, hogy ebből a debrecennek mennyi haszna van. Semmi egyelőre. Azon kell dolgozni, hogy ezt a fantasztikus értéket, amit a világon mindenütt örömmel fogyasztanak, gyakorlatilag a debreceni haszonná is tegyük, hiszen azért lett debreceni a neve, mert ez innen származik, Debrecenből. Igen, és ha már debreceni páros kolbász, ugye van még értékünk, mint például a mézes kalács. Hát a mézes kalács. A megyei értéktárban is fontos ez, hogy mind a két helyen... Ez a törvényből fakad, tehát a mézes kalács, a debreceni kerámia,
vagy például a Gyöngyös-Bográlos párt, a Debreceni Női Kisbunda, a cifraszűr is, ezek mind olyan értékek, hogy nem lehetne hungarikum, hogyha a megyei értékbizottság nem hagyja jóvá. Ezt úgy kell tekinteni, hogy mondjuk van egy települési érték, amit úgy határozott a település, és neki joga van hozzá, hogy ez legyen helyi érték. De az még nem biztos, hogy megyei érték, mert mondjuk platánfa sok helyen van, de mondjuk annak a településnek az a 8 platánfa egy kisfaluban, Viharban például, az nekik egy komoly helyi érték. És azt gondolom, hogy ez helyesen is teszik, de az nem biztos, hogy az megyei érték is. Tehát így megy tovább a megyeiből, megy a Nemzeti Értéktárba, és a Hungarikum Bizottság dönti el, hogy ezek közül, a nemzeti értékek közül mik lesznek a hungarikumok. És a megyei értéktárba mi alapján kerülnek be ezek az értékek? Hát van egy rendje, a megyei weboldalunkon fönn van egy ilyen, gyakorlatilag egy olyan A4-es kérdésekkel teletűzdelt űrlap, amit le kell tölteni, hozzá kell csatolni a szakmai értékelést is, az pár oldalban, és be kell írni a helyi értéknek a neveit, és gyakorlatilag alá kell írni akár a polgármesternek, vagy a helyi értéktárbizottságnak, a támogatókkal együtt, és aztán pedig bekerül hozzánk. Ezt mi össze szoktuk várni, egy-két hónap alatt összegyűlnek. Hát januárban nagyon nehezen indult a munka, mert januárban szoknák a fűsenő szilveszter után. És nem sokára lesz megint ülésünk, és akkor 15-20 ilyen értékről egyben szoktuk dönteni. És az elmúlt évben a kitűzött feladatokat mennyiben sikerült megvalósítani, és melyek voltak ezek? A feladatunk nekünk az, hogy népszerűsítsük a helyi értéktárakat, és én azt gondolom, hogy ezt a feladatot el is látjuk, főleg akkor, hogyha olyan kedvesek, és ide is eljönnek bennünket, hogy beszélhessünk ezekről a helyi értékekről. De mindig meglepetést okoz a bizottsági munka, mert hihetetlen értékek kerülnek elő, az ember nem is gondolná. És én nekem most a legszebb élményem az, hogy bekerült a Debreceni Értéktárba, bekerültek a nagy olimpikonjaink, és nem is biztos, hogy mindenki ismeri őket, akár csak Debrecenben, de hogy Hajdú-Biharba kevesen, az biztos. És ez is bekerült most a helyi értéktárba. Felsoroltam az olimpikonokat? Csak így, a nevük hagyhagnozanak már. Azt mondja, hogy akik bekerültek eddig, a Békesi Béla, Halasi Gyula, Kárpáti Károly, Hódos Imre, Kovács Pál, ez az öt ember, ez olimpiai bajnok volt. Nem is olyan kevés. És aztán a kulturális rendezvényeink. Tehát a Virágkarnevál és a Nemzetközi Betlehemes Találkozó, mind a kettő bekerült a megyei értéktárba is, és remélem, hogy a Nemzeti Értéktárnak is a része lesz. Ugye tavaly a legjobb fesztivál rendezői díjat kapta meg éppen a Bóder Edit igazgatónőtársam, és egyébként most a Agrárminisztérium, a Földügyi Minisztérium adományozott egy díjat a Megyei Értéktárbizottságnak a titkárnőjének, a Bobon Kálnénak, ahol innen is szeretnék neki gratulálni. Mi is gratulálunk neki, ugye ez tegnap volt. Ez tegnap volt, igen, ez olyan friss. Igen, beszéltünk arról ugye, hogy az értékek népszerűsítése a fő cél, és ha nem egy ilyen műsorban vagyunk, akkor milyen programokkal lehet még népszerűsíteni az értékeinket? A megyei közgyűlés vezetésének egy elég elszánt gondolata az, hogy tavaly hoztuk létre éppen szűkebb pártjátkában, Delecskén írtuk alá a megyei vásárszövetséget, aminek az indukálója az a megyei közgyűlés, és másfél tucat település csatlakozott hozzá, többek között Debrecen is. Ez azért érdekes, mert ezek az értékek, ezek a kvázi árucikkek, amik adhatók, vehetők, tehát még egyszer mondom, hogy nem az épített örökségről van szó, hanem a tárgyakról, meg az élelmiszerekről. Szeretnénk a megyébe minél több piacot teremteni. Ez a 11 néhány település, mondjuk Dereskétől Hajdú-Hatházig, vagy Hajdú-Nánástól Újfaluig, vagy Bihar-Keresztesig, ahol a expókat szokták tartani a megyébe, és ez már gyakorlatilag azért
nemzetközi hírű rendezvények. Itt folyamatosan jelen lehetnek a eladók és a bevők is, kulturális rendezvényeket szervezünk hozzájuk. Én azt gondolom, hogy ez már régen kellett volna, amiben ez más, mert régen is voltak ilyen dolgok, hogy ez most szervezetten történik, koordináltan, hogy mindig legyen valami, tehát ez a jelenlét ez folyamatos legyen, és szerintem ez a jövő, és én nagyon örülök, hogy ez így van. Az a dolgunk, hogy ez minél jobban haladjon. És ugye a közelmúltban volt egy vetélkedő is az értékekkel kapcsolatban, beszéljünk egy picit erről. Hát a legkisebbeknek is meg kell ismerjük ezt a saját értékeiket. Tudja, az nagyon fontos, hogy kötődjünk a településünkhöz, és minden rosszban van valami jó, ugye most az átkos rendszer az éppen a 1990 előtti korszaknak tekintünk hivatalosan. Tulajdonképpen ott az nagyon jó volt, hogy csinálták a minden településen a honismereti szakköröket. Ott megismerte a településnek az értékeit, a kisgyermek, akit éppen akkor kisdobosnak vagy úttörőnek hívtak, vagy egyikbe se lépett be, mert a család az úgy tekintett rá. Viszont ez 90-től megszakadt. És az átörökítés, hogy hogyan kötődjünk a településeinkhez, gyakorlatilag ez attól függött, hogy milyen a polgármester éppen, vagy milyen iskolaigazgató vezetgeti a település iskolai intézményét, és ez adhok jellegű lett. Én azt gondolom, hogy most, hogy nagyon sokan tanulnak külföldön, és nagyon sokan dolgoznak külföldön, sokszor vagy nem jönnek haza, vagy nagyon sokáig kimaradnak, és már gyermekek is kiszületnek meg, Hajdú-Bihar megyéből is, Debrecenből is, és majdnem minden településről. Ez azért is megy ilyen könnyen, hogy elszakad a hazájától, mert nem kötődik sehová. De a helyi értékek megmutatása az azért fontos, mert minden gyermek és ilyen vetélkedőkön keresztül is, ami megyei és városi és települési is volt, amit szintén szerveztünk, gyakorlatilag azt érezheti meg, sokszor mondom ezt a gyakorlatilag, elnézést kérek, hogy milyen nagyszerű az ő települése. Én például mindig úgy megyek egy településre, most már országosan teszem ezt, hogy elmondom a polgármesternek, vagy a egyesület, vagy a bizottság vezetőinek, vagy mindegyiknek egyszerre, hogy biztos van ezen a településen olyan, ami egyedülálló a világon. Először nem hiszik el. Másfél-két óra eltelik, és kiderül, hogy van. Ez szenzációs jó dolog. Csodálatos helyen élünk, itt a Kárpát-medencében, és a helyi értéktel bizottság munkája az is összefogva más szervezetekkel, vagy önkormányzatokkal, hogy ezt mindenki megért, csak itt él. Csak nagyon röviden a jövőbeli tervekről beszéljünk. Hát én szeretném elősegíteni a bizottsággal is, hogy a földrajzi és a helyi védettséget megkapja mondjuk a debreceni páros, mert anélkül nem válik igazi áruvá. Tehát ha mondjuk Debrecen, most csak úgy hangosan gondolkozom természetesen, tehát ez még nem indult el, a debreceni és Hajdú-Bihar megye az a földrajzi közeg, ahol csak itt lehet valódi debreceni kolbászt gyártani, akkor ez nagyon sok embernek fog munkahelyet adni. Itt a Gyulai és a Békéscsabai példákat tudjuk keverni, ahol ugye a két városnak a kolbásza az gyártható Gyulán is környékén, és Békéscsabán is környékén, és ahol mások nem. És egyre több család él ebből a nagyon finom termékből, amit előállítanak. Én nem hiszem, hogy a debreceni kolbásszal ezt nem lehetne megcsinálni, és aztán hát még jöhetnek tovább. Én mondjuk, én töltött káposztás vagyok, tehát a debreceni töltött káposztából is azt gondolom, hogy piacot lehetne csinálni, akár Európa szinten is. És visszahozni azt a debreceni nagyvását, ez a város vezetésének is, a Debrecen város vezetésének is szándéka, ami olyan világhírű volt, hogy éppen 170 évvel ezelőtt egy debreceni nagyvásárról vitte el egy bajor hentes, egy kis bajor faluba a debreceni kolbásznak a receptjét, nem tudom, hogy tudta megszerezni, biztos sok pénzébe került, és azóta abból él egy család Bajorországban. Hát akkor sok sikert a célokhoz. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Én köszönöm.
105 évvel ezelőtt, 1912-ben az akkori Debrecen egyik legnagyobb épületét hozták létre a reformátusok. A püspöki palota 9 lépcsőházas bérháznak épült, hogy így állandó bevételi forráshoz juttassa az egyházat. A jellegzetes debreceni bérházban Pap József helytörténész vezette körbe stábunkat. Közben az is kiderült, hogy az épület bő 100 éves történetét számos gond kísérte. A 60 utca sarkán magasodik a püspöki palota tornya. Bár sem méretükben, sem funkciójukban nem összehasonlíthatók, sokan mégis a nagy templom konkurenciáját látták benne. Hiába volt nagy a felháborodás, az épületnek szüksége volt egy víztoronyra, de nem ez okozta a legnagyobb fejtörést az építtetőknek. Jó szándékkal, de tapasztalatlanul döntöttek a tervező személyéről, ez pedig óriási botrányt keltett. Az egyház próbálkozott azzal, hogy 1909-ben olyan tervezőt bízott meg, aki Berken belüli volt, és így próbálták az egyébként ettől a háztól kicsit kisebb épületet megvalósítani, de ez országos botrányba fulladt, mert akkoriban a jogszabályok már nem engedték meg az ilyen jellegű nagy építkezéseket országos pályáztatás nélkül. Végül a nyilvános pályázatot Bálint Zoltán és Jámbor Lajos nyerte. Bár az egyház eredetileg 3 összefüggő telekre tervezte volna az építkezést, a két fővárosi szakember már 4 telken építkezett. És nem csak kiterjedésében, magasságában is monumentális bérházat terveztek. A 3 emelet és a beépített tetőtér újdonság volt Debrecenben, ennek ellenére mindössze 15 hónap alatt felépült a püspöki palota. Az a furcsa, hogy úgy készül el ilyen gyorsan ez az épület, hogy párhuzamosan itt a főutcán több ilyen nagy épület is épül ebben az időszakban. Akkoriban nagyon sok kivitelezőnek adtak munkát az újszerű épületek. A századfordulóig szinte csak földszinti házakat lehetett találni a városban. Ekkor azonban robbanásszerűen kezdték el építeni az emeletes házakat. Méretei miatt a civil polgárok palotának hívták a város egyik legnagyobb bérházát. Az építkezés költsége végül 2,5 millió koronánál állt meg. Ez a Földművelésügyi Minisztérium egyéves költségvetésének felelt meg. Eleinte azonban úgy tűnt, nem térül meg a hatalmas befektetés. Ez volt az egyik legnagyobb probléma, hogy a várt bérlői réteg azért nem nagyon jött elő. Annál is inkább, mint ahogy mondtam, hogy a Gambrinus közi bérház, akkor a Kossuth utca sarkán lévő nagy banki bérház is akkor épül fel, és még sorolhatnék néhányat. Tehát egyszerre olyan kínálat keletkezett, hogy pont az igazán értékes lakásokat nagyon nehéz volt kiadni. Márpedig itt a legkisebb garzonok is 85-90 négyzetméteresek voltak, de 300-350 négyzetméteres lakosztályokat is megpróbált kiadni a fenntartó. Ezért hosszú távú bérleti szerződéseket szinte senkivel nem tudtak kötni a reformátusok. Az első világháború után pedig végképp kiadhatatlanná váltak a hatalmas lakrészek, ezért azokat elkezdték felosztani kisebb lakásokra. A bérleti díjakat is csökkenteni kellett, csak így tudták megtölteni a bérházat lakókkal. A második világháborút követő önkényuralom pedig megfosztotta tulajdonától a református egyházat. Az államosítások során komoly változások következnek be, akkor rengeteg társbérletet, kényszertársbérletet hoznak létre. Ennek az a magyarázata, hogy a II. Világháborúban több mint 50%-a a debreceni lakásoknak megsemmisült. Emiatt minden talpalatnyi helyre szükség volt. Sajnos azonban éppen azokban az években kezdett romlani a püspöki palota állaga, amikor nem volt pénz átfogó felújításra. A rozsdásodó födémrendszert kicserélték ugyan, de ez csak a legszükségesebb javítás volt. Így a 90-es években egy toldozgatott-foldozgatott, műszakilag is átalakított palotát kapott vissza az egyház. Az volt az érdekes, hogy hihetetlen mennyiségű lakást kapott végül is vissza az egyház, amikor visszakapta az épületet, tehát összesen lehet hasonlítani azzal a lakásszámmal, amivel felépült. Az elmúlt évszázadban tehát sokat változott az épület szerkezete és kinézete. A szociál jellegű újítások miatt a püspöki palota veszített varázsából, de az apró részletek továbbra is a 100 évvel ezelőtti Debrecenről mesélnek.
A műsor végén jöjjön egy kis történelmi visszatekintő. Debrecen meghatározó szerepet játszott az 1848-49-es eseményekben. Azon kívül, hogy rövid időre az országgyűlés is a Civisvárosba költözött, a hadszíntéren is kitettek magukért a debreceniek. Közvetve pedig a civis lakosság is érintett volt az eseményekben. A szabadságharc egyik utolsó csatája ugyanis Debrecenben zajlott. 1848. március 15-én hangos, de vérontás nélküli forradalom tört ki Pesten. Az események hamarosan elértek Debrecenbe is. Ez időtájt városunk adta a császári haderő egyik legjobb egységének utánpótlását. A 39-es gyalogezred újoncainak nagy része a hajdúsági régióból származott. Az ezred magyar katonái a forradalom kirobbanásakor döntéshelyzet előtt álltak. 1848-49-ben természetesen törésnek kellett létrejönnie egy akkori katonának. Döntenie kellett a zászló, a saját nemzete, és ami legalább ugyanennyire fontos, a saját ezredének a története között. Ez a gyakorlatban úgy történt meg, hogy maga az ezred parancsnok a szabadságharc kezdetekor megpróbálta az ezredet elvezényeltetni az olasz hadszíntérre, és így megoldani ezt a keszekusza helyzetet. Ez nem sikerült. A tisztek az akkori törvények szerint büntetlenül távozhattak az ezredből, ezért sok magyar vezető döntött így. A hadtest nagyobbik része, köztük horvátok, osztrákok és csehek is a szabadságharc mellé álltak. Ugyanakkor nem szívesen váltak meg a büszkeségüket jelentő zászlótól. Még akkor sem, amikor már minden magyar egység a szabadságharc jelképévé váló zászlót használta. Kossuth Lajos személyesen kereste őket föl Tiszafüreden, és próbált velük beszélni arról, hogy legyenek szívesek ezt a zászlót használni, hiszen 1849-nek ez már a jelképe lett, a 39-esek pedig rossz nyelvek szerint Kossuth Lajostól elfogadták ugyan a zászlót, de egy szekéren hurcolták magukkal az adományozott zászlót, ők a régi zászlajuk alatt folytatták a harcot, de természetesen a szabadságharc mellett. Maga a város is bekapcsolódott az eseményekbe. 1849. januárjában Debrecenbe költözött az országgyűlés. Ennek azonban a debreceniek nem örültek felhőtlenül. Visszaemlékezések szerint a pesti elit meglehetősen pökhendi módon viselkedett a Civisvárosban. Petőfi például szalonnaszagú városról ír. Emellett panaszkodtak ellátásukra is. A házigazdákat sem kellett félteni, sokszor kettős számlázást alkalmaztak, azaz a vendéglátósok sokkal többet kértek el a pestiektől, mint a megszokott debreceni vendégektől. A forradalom eszméi alól azonban Debrecen sem vonta ki magát. 1849. március 15-én Debrecenben mai szóval élve népünnepét tartottuk. Nagyon szép körülmények között megünnepelték a szabadságharc kirobbanását, este fáklyás felvonulással, a nagy erdőn pedig hirtelen azt szerettem volna mondani, hogy ökröcsű, ezt nem biztos, hogy ökröcsütöttek. Népünnepély volt, sörrel, borral sült el, jó kedvel. Néhány hónappal később azonban az öröm tragédiába fordult. Augusztus 2-án Debrecent is elérték az orosz seregek. Hiába állomásoztak akkor itt a 39-esek is, a debreceni csatába egyszerűen nem volt idejük bekapcsolódni. Nagy Sándor József által vezetett seregtest feladata, oltalmazó feladat volt. Ő az oltalmazó feladatot teljesítette. A jelenlevő 39-es zászlóai pedig ebbe a küzdelembe sajnálatos módon nem tudott beavatkozni, hiszen ennek a menete is lefolyásolná sokkal gyorsabb volt. Ez a bizonyos debreceni csata egy kisebb összecsapás volt. A Debrecenen kívül elvonuló magyar főerő szabadvonulását biztosította Nagy Sándor József, feltartva ezzel az orosz sereget. Ez sikerült, hiszen a többszörös túlerőben lévő oroszok nagyobb ellenállásba ütköztek itt, mint tervezték. Ennek a vonatkozása jelentemető is, hiszen a csata után 112 magyar honvédet és 636 orosz katonát temettek itt el. Mi több, az orosz csapatok más módon is vesztettek. Kolerával találkoztak, és állítólag 1851-ben temették az utolsó orosz katonát Debrecenbe. Néhány nap múlva a magyar sereg világosnál letette a fegyvert. Ezzel ért véget a másfél éves magyar álom. Néhány konfliktus ellenére a civis polgárok többsége és a városvezetés is példamutatóan támogatta a szabadságharcot, azaz nem rajtuk múlt az 1848-49-es küzdelem sikere. Ennyi fért mai műsorunkba. Legközelebb két hét múlva várjuk Önöket a képernyők elé. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!